A vizsga stressztől az optimális hozzáállásig. Ezzel a címmel tanároknak és szülőknek szánt találkozást hirdetett a Pszichopróedó Egyesület és a Petrőci Kata Szidónia Evangélikus Nőszövetség. Az eseményre tegnap délután 6 órakor került sor a Reményik Sándor galériában. Apropóját a Tanügyminisztérium által bevezetett országos szintű felmérők adták, amelyek új helyzet elé állítják a másodikos, a negyedikes és a hatodik osztályos diákokat. Az érdekű téma került feldolgozásra a kolozsvári iskolapszichológusok és logopédusok előadásában. Gyér érdeklődés mutatkozott. A diákok stresszes állapota alakulásában és kezelésében fontos szerepet játszó tanárok és szülők részéről. A téma pedig aktuális, és egyre több családot érint, hiszen a képességvizsgázókon és érettségizőkön kívül ezután a második, a negyedik és a hatodik osztályosokra is kiterjed. Közelednek ezek a különböző típusú felmérések, amelyek különböző életkorú gyerekeket érintenek. Most itt elsősorban a két megmérett, nagy megmérettetésre gondolok, a nyolcadikosoknak a vizsgájára és az érettségire. Ezeknek teljesen más a tétjük, de most legújabban a Tanügyminisztérium bevezetett egy újabb felmérőt is, ami ugyancsak országos szintű, második osztályban, negyedikben és hatodikban. És a kettőt el kell egymástól különíteni, de hogy pont azért, mert ezek új felmérések, még az emberek, sem a szülők, sem a tanítók nincsenek rendesen erre felkészülve, és lehet, hogy túlzottan stresszelő helyzet számukra ez a vizsga, és úgy gondoltuk, hogy vannak olyan tippeink, amivel csökkenteni, illetve optimizálni tudjuk azt a feszültséget, ami egy ilyen megmérettetéssel jár. A Pszichopróedú előadói részletes tájékoztatást tartottak a bevezetésre került országos szintű felmérőkről, kitérve azok időpontjaira és szabályzataira. Aztán arról beszéltek, milyen hatással lehetnek a felmérők és a vizsgák kisebb és nagyobb diákokra. Megtudhattuk, hogyan nyilvánul meg a huzamos szorongás kisiskolásoknál, és hogyan viszonyulnak a vizsgaidőszakhoz a nagyobb diákok. A pszichológusok azt mondják, az sincs rendben, ha egyáltalán nem jelentkezik a stressz. Hogyha abszolút nincs izgalom, akkor a teljesítmény sem jó. Tehát hogyan lehet olyan szintre vinni ezt az izgalmat, ez az aktivizációs szintet, hogy ez jó eredményt hozzon. A nagyobbak tudatosabban viszonyulnak a stressz helyzetekhez? Hát nem mondanám, nem igazán foglalkoznak az iskolában azzal, meg úgy általában nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy ezt a stressz szintet valahogy kezelni tudják a gyerekek. Tehát mindenkinek, családnak is túl nagy stresszt jelent ez a megmérettetés, és pont azt szeretnénk, hogy a családban levő modell is valahogy a gyerekek számára egy pozitív példa legyen. Tanulási technikákat, vizsgatechnikát is bemutattak a pszichológusok, hangsúlyt fektetve a kisebbek ismeretfelmérő tesztjei okozta helyzetekre, hiszen ezek újdonságot jelentenek az érintett diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt.